ellentétek és feszültség. Az utóbbi időben a sajtó sokat cikkezett a kormánypártok közötti ellentétekről. Nemrégiben még az a hír is felröppent, hogy a szerb haladópárt kampányra készül, és az új választásokat akár már márciusban is írhatják. Gojko Raditya Pannon RTV Subjektív című műsorában ezt tagadta. Da se priprema izbori nije istina. Dok se završe izbori, oni koji su izgubili na političkoj sceni i ne uđu u vlast, oni odmah pričaju o izborima. Svaka stranka mora biti svjesna, ozbiljna stranka, dok se završe izbori, da mora biti spremna za iduće izbore i da o njima razmišlja. Az első miniszterelnök helyettes, Alekszandár Vučić biztonsági tanácsadója, az arab befektetésről is nyilatkozott. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, január 13-án Abu Dhabiban Szerbia gazdasági és pénzügyminisztere Mladen Dinkić arról írt alá szerződést, hogy összesen 8 mezőgazdasági vállalat 80%-a kerül az Egyesült Arab Emírségek tulajdonába, a szerbiai mezőgazdaságba pedig 200 millió eurót ruháznak be az arabok. A paraszt szervezetek tiltakoznak, szerintük nem előnyös, hogy a vajdasági jó minőségű földek külföldi tulajdonba kerülnek. Moramo biti razmišljati kako da privučemo, šta da uvučemo, koliko. Ali da to ne bude na štetu države Srbije i građana. Ovaj ugovor ne može biti na štetu sigurno, jer on ništa loše ne donosi. Masa te zemlje, moramo biti iskreni, bila je uparložena. Gojko Radić ezen kívül beszélt még a korrupció ellenes küzdelemről, valamint a köztársaság és a tartomány viszonyáról. A Szubjektív című műsor egy részét a mai közügyekben láthatják. A vágatlan verziót pedig szombaton este 18 órától és vasárnap reggel 9:05-től.